Induljunk. Ja. Akkor nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Misztériumok Baráti Társaságának körében, ahogy elhangzott, és ennek a sorozatnak, ha jól emlékszem, három rész. Négy, bocsánat. Már rosszul kezdődik. Mármint az én memóriám nem jól működik. Ebben a négy részben a magyarországi pálos szerzetesrend, vagy a magyarországi pálos remeték történetével, de nem is annyira a történetével, hanem inkább a misztériumával foglalkoznánk. Általában, ha pálosokról beszélnek, akkor a történetről beszélnek. Arról a történetről, ami hivatalosan is ismerhető. Mi is meg fogjuk idézni, mindenképpen ezzel fogjuk kezdeni, már csak a tisztelet okán. És ezt követően fogunk elmondani a misztériumok tagolásában. De mindenek előtt engedjék meg, hogy pár idézettel nyissam a mai előadást. Az egyik bizarabb, mint a másik. Az első két idézet az pápától származik. Tehát egyházfőről van szó, a római katolikus egyháznak az egyházfőjéről mindkét esetben. Egymásnak meglehetősen ellentmondó idézetek. Az egyik számunkra egy kedves idézet lesz, a másik pedig egy meghökkentő idézet. Kezdem a meghökkentővel, jó? Az, hogy miért választottam fölvezetőnek, ez szépen ki fog derülni az idők folyamán. Tizedik Leó pápáról van szó, akitől idézni fogok, és nagyon rövid lesz az idézet, de mondom, nagyon meghökkentő, mindenki fölkészült lelkileg. Jó. Előre bocsátom, hogy senkit nem kívánok a vallásában megsérteni, de itt nagyon komoly vallástörténeti kérdésekről esik szó, hiszen egy szerzetesrendnek a történetéről beszélünk, és a szerzetesrend által képviselt szellemiségről fogunk beszélni. Tehát bizony ez súrolni fogja az egyháznak, az egyház tanításának, a teológia rendszerének a kritikáját. Nem csak súrolni fogja, erős kritikát fog az előadást tartalmazni ebben az irányba. Ezt csak azért bocsátottam előre, hogy még mindenki meggondolhatja. Tehát nyugodtan el lehet menni. Kedvező lett volna egyébként a sötét, mert sötétben egyszerűbb elmenni, mert sötétben el lehet aludni, és akkor nem lehet hallani ezeket a kritikákat. Jó, tehát tizedik Leó pápától idézek, így hangzik. Minden kor tanúsíthatja, hogy ez a Krisztusról szóló mese milyen hasznos volt a számukra. Akkor még egyszer elolvasom, hogy a újonnan érkezettek is hallják, vagy érkezett is hallja. Tehát mindenkor tanúsíthatja, hogy ez a Krisztusról szóló mese milyen hasznos volt számunkra. A második idézet. Még mindig pápa, időben jóval későbbi pápa, tehát két századokat ugrunk, ő hatodik pál. Hatodik pál az 1960-as években volt pápa, és a következőket mondta. Ez lesz az, ami nekünk tetsző lesz, vélhettel. Legalábbis remélem, hogy a tisztelt jelenlévőknek a tetszését fogja kiváltani. A Vatikán szigorúan őrzött iratainak nyilvánosságra hozatala megrendítené a magyarság valós őstörténetét, történeti küldetését nem ismerő európai és egyetemes közvéleményt, és átrendezésre kényszerítené a történelem oktatását. Az iratok titkosságának feloldása ma még nem lenne megalapozott cselekedet, mert az emberiség nem érett az ismeretanyag lojális megértésére. Napjainkban még feszültségeket keltene az iratok közzététele. De el fog jönni az az idő, amikor őszinte tisztelet és csodálat fogja övezni a magyarságot. Kedves egészséget! Erre szokták mondani, hogy igazat hallottunk. Mindenképpen igazat hallottunk. A következő idézetet nem most fogom felolvasni, mert ez már a misztériumokat érinti. Ezt majd egy később időpontban ide teszem magamnak félre. De még a mai... Pedig nem hangzott el semmi. De még a mai alkalommal
felolvasásra fog kerülni. Talán itt érdemes megjegyezni azt, hogy ez a két idézet már rámutatott arra, hogy mi baj volt a pálosokkal. Ugyanis a pálosok tökéletesen tisztában voltak a Krisztusról szóló. Nem olvasom el újra a két idézetet. Szóval ez a két idézet tökéletesen rámutat már arra, hogy mi volt a baj a pálosokkal. Ugyanis mindkét kérdéssel a pálosok tökéletesen tisztában voltak. A pálosok egyik feladata éppen a magyarság küldetése, annak kiteljesítése, és a magyarság értékeinek az őrzése volt. Ezt fogjuk látni. Hozzátéve, hogy a magyarság ősvallásának az őrzése volt. Ez volt az egyik feladata a pálosoknak, ezt pontosan tudjuk. És akkor itt érdemes lenne megkérdezni, mit gondolnak a tisztelt jelenlévők. A jelenlegi tudásunk szerint, dokumentumokkal alátámaszthatóan, mikor alakult az első magyarral rokon, tehát a mai magyar nemzettel rokon, ősnépi királyság a Földön? Hozzávetőleges időpontot szeretnék kérni. 1200-as évek. Akkor fogok szólni, ha jó az idő. 1200-as évek. Ez volt az első, annyit segítek, hogy úgy hívták, ez volt az első turáni királyság. Ebben az első turáni királyságban a mi ősnépeink vettek részt. Kizárólagosan a mi ősnépeink vettek részt. Tehát amire most fogok hivatkozni, az dokumentált. Források szólnak róla. Ha valaki szeretne utána nézni, a legutóbb megjelent ilyen jellegű forrás az a bolgár őskönyve. A Jakfar Tarihi. Ezt most fordította le Ceglédi Katalin, aki az akadémiánál kutató. És ezt a Ceglédi Katalin nem telt el fél év, hogy lefordította oroszból a bolgár őskönyveket, és már kikezdte a Magyar Tudományos Akadémiát. Jelen pillanatban őt már piszkálják ki az intézetből, hogy ne dolgozzon. Pedig csak annyit követett el, hogy oroszból lefordított a magyar. Ebben a bizonyos bolgár őskronikában, Jakfar Tarihi, mondom meg, egy jó kis vaskos kötet, érdemes megrendelni és érdemes végigolvasni, szerepel ez az adat. Hát eddig nem jött még jó válasz. Senki? Még mindig nem? Nem. 33 ezer Krisztus előtt. 33 ezer Krisztus előtt. Jó. Az is nagyon érdekes kérdés, hogy honnan származtatják azt a királyi hatalmat, amit képviseltek. Ugyanis fogjuk látni, hogy a Magyar Szent Koronatanban nehezen kezdődő el a A Magyar Szent Koronatanban ugyanez az eszmeiség található. Jóval később. A turáni királyság onnan kapja a nevét, hogy az Isten anyát úgy hívják, hogy Turán, vagy Túranya. És ez a királyság, az első turáni királyság, meg majd a második, meg majd a harmadik, meg három ilyen nagy királyság lesz ebben az ősi időszakban, mindhárom az éganyától, az Isten anyától származtatja a hatalmát. Tehát a mindenkori királyokat voltak éppen ő a hagyja királyát.
és ennek van egy mágikus koronája. Ez a mágikus korona később időben is előkerül majd, úgy fogunk róla hallani, hogy Nimrod koronája. Ennek a Nimrod koronájának van egy története, talán nem felesleges megidézni, ha már itt tartunk. Ez a szíriai hagyományban szerepel, a szíriai keresztény hagyományban szerepel, jelesül a Kincses Barlang nevezeti forrásban, nagyon szépen kibontva elolvasható. Arról szól, hogy Nimrod, itt most megint meg kéne állni, és érdemes lenne tisztázni azt, hogy mit jelent az, hogy Nimrod, és hogy hány Nimrod volt a magyar őstörténetben. Veszik a bátorságot, hogy hozzávetőlegesen megsatszolják, hogy hány Nimrodot tudunk számon tartani, akikről tételesen tudjuk, hogy Nimrod, mert a Nimrod név az egy beavatási név. Tehát nem egy személy névről van szó, amikor azt mondjuk Nimrod, hanem egy beavatási névről. Ez pontosan olyan, mint Tot Egyiptomban. Vagy annak a görögös változata a Hermész. Az kevés. Az kevés. Ezeket csak azért bocsátom előre, nagyon fontos, hogyha Nimrodságról beszélünk, a Nimrodokról beszélünk, pontosítom, hogy éppen melyik Nimrodról beszélünk. Ez a Nimrod, akiről most beszélünk, akinek a koronája az égből érkezik, ez egy nagyon szép leírás a szír legendáriumban, kilovagol Nimrod a mezőre, és beesteledik közbe, és ott vannak mellett a szolgái, kísérjük a szolgáit, és föltekintenek az égre, és meglátnak ott egy gyönyörű koronát. És Nimrod rámutat erre a koronára, és azt mondja a szolgáinak, hogy nekem azt kell, én azt akarom. A szolgái kétségbe esnek, de hát uralkodom. Hogy? Mégis, tehát hogy képzeled? Nem tátos lovaink vannak, nem tudunk akkorát ugratni, fölmenjünk a csillagok közé, hogy hozzuk azt a koronát? És abban a pillanatban, mintha meghallották volna a szférák lakói, két angyal közre fogja a koronát, nem tudom, észleljük-e, hogy a magyar szent koronáról előképéről van szó közvetlenül. Két angyal közbe fogja a koronát, és szépen alászállnak a koronával együtt, és a koronát Nimrodnak a fejére helyezik. Ez a Nimrod koronájának a története. És voltak éppen ez tekinthetjük a magyar szent korona történetének is együtt. Hát látható módon minden jellemzék, minden fontos jellemzék, ami a magyar szent koronával kapcsolatos, az már itt megjelenik. De ez a Nimrod mikor él? Utolsó találós kérdés, többet nem fogok intézni a hallgatóságot, megígérem, mert látom, kezdik kényelmetlenül érezni magam. Tehát ez a Nimrod, akiről most beszéltünk, ez hozzávetőlegesen mikor él? Ezekkel most csak azért játszunk, mert ugye a pápa azt mondta nekünk, hogy nem ismerjük hitelesen a magyar őstörténetet. És tényleg igazából látják, nem ismerjük hitelesen a magyar őstörténetet. Évezredet mondjanak csak. 33.020. Köszönöm szépen. Ez most sok lesz. A 4600 áll legközelebb hozzá. Ha már itt elhangzott egy ilyen nagy szám, egyébként a leges-leges-leges Nimrodot hova helyezi a hagyomány? Ennek megint van forrása, mégpedig a indiai hagyomány, a védikus hagyomány, egészen pontosan annak a puránikus része, tehát a puránák a régi történetek, ami az emberiség történetét taglalja, ebben olvasható az első Nimrod uralkodási ideje. És akkor tényleg több kérdésem nincsen, hanem mondom a magamét. Illetve nem a magamét, amit a párosokkal tudni érdemes. Ezt nem lesz kényelmet? Bátran. Ez a legutolsó időpont, amire én most rákérdeztem, ez a legősibb időpont. Hát akkor tessenek megfogóckodni. Krisztus előtt 600 ezer. Mit lehet ebből látni? Azt lehet ebből látni, ebből az időpontból már mindenképpen lehet látni, hogy az emberiség történetét teljesen torz módon tanítják. Teljesen torz módon tanítják az emberiség történetét. És ezt
időpontot honnan tudjuk? Puránikus hagyományból. A puránikus hagyomány ciklusokhoz, időciklusokhoz és özönvizekhez, tehát kataklizmákhoz köti az időszámítást, és megnevezi ezeket a kataklizmákat egymás után, és ezeket a kataklizmákat a mai időszámítás szerint nagyon jól be lehet lőni, geológia segítségével, hogy ezek mikor voltak. Ennek az első Nimrodnak az uralkodása idején még nincs a gangeszi síkságon az a tenger, ami azután majd visszahúzódik, újra szárazra kerül a gangeszi fennsík, és onnantól kezdődik majd egy következő ciklus. És ennek az időpontja 600 ezerre tehető. 600 ezerre. De írnak egyébként a Kárpát-medencében lévő tengerről. Írnak ebből az időből. Ez az úgynevezett Pannon-tenger. Ami nem ekkor alakul ki értelemszerűen, ekkor kezd visszahúzódni. Ebben a visszahúzódásban döntő szerepet játszik, hogy a Duna betör a vaskapunk keresztül, és levezeti a vizet a mai Fekete-tengernek a területére. Ott eredetileg egy tó van. Ezt feltölti a Pannon-tengernek a vizével, többször is, és azután van még egy utolsó özönvíz, ez a 3200 vagy 3400 körül van Krisztus előtt, amikor a Boszporuszon és a Dardanellákon keresztül a földközi tengernek a vize is betör. Ez az az özönvíz, ami a mezopotámiai forrásokban említve van, de ez a legkésőbbi özönvíz. Ezt általában úgy szokták nekünk előadni, hogy ez volt a nagy özönvíz, nem ez a nagy özönvíz. Folyamatosan voltak özönvizek, tetszés kérdés, hogy melyiket nevezzük a legnagyobb özönvíznek. Ez a 600 ezeres azért, ez egy 600 ezer utáni özönvíz, ez egy elég jelentős volt, mert egészen más arculatot ír le a Föld felszínén, mint amit ma ismerünk. Tehát vélhetően ez volt a legnagyobb léptékű özönvíz. És ezen kívül, csak hogy teljes legyen a válaszom, eljegesedési ciklusokról is beszél a kuránikus hagyomány, és ezeket is pontosan be lehet geológiailag lőni. Mert ugye azért a geológiai leletekből lehet látni, hogy ezek nagyjából mikor voltak. No, szóval az első Nimrod 600 ezer Krisztus alatt. Jó. Aki pedig a képen van, és akkor elkezdjük a egyetlen magyar alapítású szerzetes rendnek a történetét. Először végigmegyünk tisztelet okán, de csak a legfontosabb csomópontokat említve, hát ha valaki nem ismerné, hogy miről van szó, hát ha valaki nem találkozott volna még a magyarországi páros szerzetes rendnek a történetével, az ők számára elevenítjük ezt föl. Ő Boldog Özséb, hivatalosan őt tartják a magyarországi páros rend alapítójának. Hogy ez mennyire pontos, ezt mindjárt fogjuk látni. Eredeti foglalkozását tekintve ő egyébként katolikus pap. Egészen pontosan kanonok, kanonoki méltóságot tölt be az esztergomi egyháznál. Tehát esztergomi kanonok, ez a hivatalos megnevezése. És 1250 táján, tehát 13. században vagyunk, 1250 táján egyszer csak ott hagyja ezt a kanonoki pozíciót, fogja magát, leteszi a papi ruhát, és bemegy az erdőbe, a Pilisi erdőségbe. És nem sokkal ezután lehet tudni, hogy ott a remetéket keresi meg. A Pilisben remeték élnek, ha valaki megkérdezi, hogy mióta, erre a helyes válasz van, hogy ősidők óta. Ezek a remeték ősidők óta élnek nem csak a Pilis erdőségeiben, a Mecsek erdőségeiben, a Zemplém erdőségeiben, és nem fogom ezt felsorolni, Erdély területén, az egész Kárpát-hazában, sőt fogjuk látni, nem csak a Kárpát-hazában, hanem tulajdonképpen az egész földön vannak ilyen remeték. Mindenhol. Indiától kezdve, Egyiptomon át Amerikáig. Itt az lesz a kérdés, hogy ők mit csinálnak, miért remeték, miért élnek az erdőben, és mivel foglalkoznak, és milyen szellemiséget képviselnek. Miért fontos kérdés? Mert látható módon a szellemiség az innen sugárzik át, a szerzetes rendre. Boldog Özséb hivatalosan megszervezi a szerzetes rendet. De ez nem ilyen egyszerű. Először is fölépül még 1250-ben az első monostoruk, ez a Szent Kereszti Monostor a hármas barlang környéken. Ugye ez már misztikus kérdés, mert a Pilis kutatásban, ha valaki egy picit is elmélyed, tudja, hogy ez egy nagy kérdőjel. Hol van a hármas barlang? És hol van ez a bizonyos eredeti nevén Keresztúri Monostor? Keresztúri Monostor. Később lesz a Szent Kereszt Monostor a neve ennek a monostornak, tehát nem lehet tudni, hogy hol található.
Mert nem biztos, hogy a Pilis Szent Kereszti Monostor, a Keresztúri Monostor. Sőt, igen-igen nagy a valószínűség, hogy nem az. Mint ahogy a Pilis Szent László is sem az. Ezek későbbi kolostorok, köthetők értelemszerűen a pálosokhoz, meg majd más szerzetes rendekhez is, de ez a misztikus keresztúri monostor, ez biztos, hogy nem itt van. Ez valahol a Pilis közepén, a Pilis rejtekében, a Pilis sűrű erdőségében található. És nem ilyen egyszerű egy szerzetes rendnek az alapítása. Mert mindenki tudja, hogy a szerzetes rendet akarunk alapítani, akkor el kell menni a pápához. El kell menni a pápához, és engedélyt kell kérni. Na most Boldog Özsér, aki levetette a papi ruhát, és elment a remeték közé, és itt megint meg kell állni, mert soha nem teszi föl senki a kérdést, hogy miért vetette le a papi ruhát. És miért ment el a remeték közé. Hogy közelebb kerüljük ez a kérdéshez, megígértem, hogy több kérdést nem teszem föl, de mégis, van-e az egyház történetben és az európai vallás történetben még valaki, aki hasonlóan viselkedik? Nincs 100 évvel korábban az esemény. Tehát nincs 100 évvel korábban. Valaki ugyanígy elmegy a pápához, kritika alá veszi a pápa tevékenységét, és létrehoz egy szerzetes rendet. Szent Ferenc. Assisi Szent Ferenc. Ez nincs 100 évvel korábban, mint Boldog Özsérnek a tette. Mi a baja Assisi Szent Ferencnek a pápai egyháznak? Nagyon egyszerű, vállalhatatlan. Látták az Assisi Szent Ferencről szóló filmet? Igen. Mert az van egy hiteles film volt. Vállalhatatlan a pápai egyház. Ekkor már vállalhatatlan a pápai egyház. 12. században vagyunk. És ha valaki látta ezt a filmet, tudja, hogy Szent Ferenc milyen lelkiséget képvisel. Lehetne azt mondani, hogy ő előfutára annak a szellemiségnek, amelyet majd a reneszánszban fogunk megtapasztalni. Annak a panteista szellemiségnek, amely mindenben Isten tevékenységét látja. A madarak csicsergésében, a bogaraknak a szállásában, a fáknak a kizöldelésében, a virágnak a kinyilásában, mindenben ott van Isten. Ez a panteisztikus szemlélet. És ezt az egyház ekkor már elutasítja. Kirekeszti Assisi Szent Ferencet. Ugyanez a helyzet Boldog Özsérben is. Egész egyszerűen Boldog Özsérnek fogalmazzunk egyenesen. Elege van az egyházban. De nagyon fontos, hogy Esztergomból vonul ki. Ez majd a későbbiekben lesz döntő jelentőségű. Esztergom ugyanis egy bizonyos ideig királyi központ. Nem is akármilyen királyi központ. Beavató központ. Ha valaki ismeri az oroszlános kápolnát Esztergomban, és tudja annak a szerepét, a jelentőségét a királyi beavatás során, akkor pontosan érti, hogy mire gondolom. Ki fogjuk bontani, tehát ez nem marad ismeretlen. El kell menni tehát a pápához, ekkor IV. Orbán a pápa. És egy valamit lehet róla tudni, sok mindent lehet róla tudni, de egyébként én ezeket nem sorolom föl, mert mindenki fogja majd a fejét, hogy tényleg ez tényleg így volt, tehát mindegy. Nagyon nehéz bejutni IV. Orbán pápához. És mostani pápához is nehéz bejutni. Meg a mostani Orbánhoz is nehéz bejutni. Na, szóval nagyon nehéz bejutni IV. Orbán pápához, és segítségre van szükség. Két perjellel elindulnak Vatikánba. De van egy segítségük, és nem akárki ez a segítség. Csak hogy érzékeljük, hogy azért az egyházon berkeken belül is nagyon odafigyelnek arra, hogy mi történik. Nem véletlenül. Ezt az embert úgy hívják, hogy Aquinói Szent Tamás. Ekkor még csak Tamás. Aquinói Tamás. Ha valaki egyház történetben jártas, tudja, hogy a nyugati egyház történetének szellemi értelemben két nagy pillére van. Az egyik Aquinói Szent Tamás. Ez a második korszaknak a szellemi pillére. Ezt skolasztikának szokták nevezni a vallástörténetben, meg a filozófiában, filozófia történetben. Ez az az időszak, amikor megszilárdul az egyháznak a tanítása, létrejönnek az iskolák, innen van a névhoz skolasztika, és végső formát ölt, már dogmatikus formát ölt a teológiai tanítás. Ennek az előkorszaka pedig
Aurelius Augustinus Szent Ágoston nevéhez kötődik, ezt patrisztikának szokták nevezni. A patrisztika onnan kapja az elnevezést, hogy a pátriárkák, az alapító egyházatjáknak a tevékenysége, időszaka ez, amikor eldöntik, hogy például a görög filozófiából mi az, amit beemeljenek a teológiai tanításban, és mi az, amit nem, miért a görög filozófiában, mert nem nagyon van más szellemi forrás. És elvágják egy bizonyos időpontban a szellemi áramlatot, és azt mondják, ami ezen időpont előtt volt, az nekünk nem kell. Csak ami ezen időpont után volt. És ezzel lépünk át egyébként a skolasztikába, mert az az időpont, ahol elvágják ezt az időszalagot, az az Arisztotelész és Pláton közötti idő. És azt mondják, semmi, ami Pláton és Pláton előtti, semmi misztika, semmi Pitagórasz például, hogy mondjam, mert ez egy fontos forrás lesz, és minden, ami Arisztotelész. Na most ez Szent Ágoston idején történik, és ennek az egésznek a szellemi keretét Szent Ágoston adja. De mit lehet tudni Szent Ágostonról? Azt, hogy ő eredetileg nem katolikus, hanem milyen vallású? Gnosztikus. Mi az a gnózis? Hát az egy eretnekség. Most egyenlőre maradjunk ennyiben. Tehát az egyház szemében a gnosztikus szemlélet, mondjuk Jézus Krisztus történetének a gnosztikus szemlélete, az nem kívánatos tétel. Honnan lehet tudni? Onnan lehet tudni, hogy az első négy egyetemi zsinatot azért szervezi meg az egyház, rögtön az első 325-ben Krisztus után, ez a nikaii vagy niceai, így is mondják, úgy is mondják zsinat, elkezdik kiszorítani a gnosztikus áramlatokat az egyházból, szépen folyamatosan. Az első, tehát a nikai zsinaton először Ariusnak sikerül a tanait kiszorítani, ez az arianizmus, aminek egyébként ma van utóda, az unitárius egyház. Azt mondja, hogy Jézus Krisztus teremtmény. Az Atya teremtménye. És nem Isten. Pont. De ezt az arianizmust kiszorítja. Aztán jön a következő, az efezoszi zsinat és a konstanti, első konstanti zsinat. Az efezoszi zsinat ott megint a nesztoriánizmus szorítják ki. A nesztoriánizmus azt mondja, hogy Jézus Krisztus két lényegű. Van benne egy emberi lényeg, és van benne a logosz, az ige. De az emberi részt, csak az emberi részt szüli Szűz Mária, ezért Szűz Mária nem tekinthető Isten anyának. Ez a nesztoriánizmus. Ezt is kiszorítják. Azután az első konstanti zsinaton kimondják a Szentlélek tanát. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek egy lényegű, tudjuk, mindenki ismeri ezt a tant, főleg a katolikusok. És ezzel kiszorítanak egy olyan létezőt a univerzum működésében, amit mi szellemnek nevezünk. A szellem kiszorítás, a Szent Szellem a neve, azért fontos, mert ezzel egy végső csapást mérnek a gnosztikus irányzatok. Miért? Mert a gnosztikus irányzatok a Szent Szellem vonalán szerveződnek. A Szent Szellem tanítása szerint szerveződnek. És ez a négy egyetemes zsinat, a negyediket most nem említettem, csak hármat, ez a négy egyetemes zsinat, mire befejeződik, gyakorlatilag nincs gnosztikus áramlat az egyháznak. Semmilyen. Most miért fontos ez nekünk, vagy miért mondtam ezt el? Azért, mert mind a arianizmussal, mind pedig a diafizita tanításokkal közvetlen kapcsolatban vannak az ősnépeink. Közvetlen kapcsolatban, ebben az időben. Sőt, olyan közvetlen kapcsolatban, hogy jelentős tömegek képviselik ezeket a szellemi áramlatokat. Ez nagyon fontos. Visszatérve Szent Ágostonhoz, ő manikheista. Na most a manikheizmus az egy... Tehát ha eddig eretnekségről beszéltünk, az eretnekség eretnekségének az eretnegsége, na az a manikheizmus. Tehát érdemes kipróbálni, be kell menni a templomba, meg kell szólítani a plebánost, és meg kell kérdezni tőlem, mi a vélemény a manikheizmusról. És tessenek majd megnézni a reakciót. Tehát az a hihetetlen dű és rázkodás, ami olyankor jön ezekből a papokból, elképesztő, mert erre képezik ki őket. Tehát a manikheizmusnál nincs nagyobb bűn. Most megint milyen vallásról beszélünk? Mani alapítja, manichézmus Krisztus után 3. században. Ő azt mondja, hogy a Szentlélek apostola. És mint ilyen az utolsó apostol. Tehát az ő tevékenységével az apostoli tevékenység befejeződött. Ez már problémás az egyháznak, ugye? Mert az egyház minek tekinti magát?
apostoli küldetésben Péter apostol utódjának. Most ha Mani azt mondja, hogy én vagyok az utolsó apostol, és utána már nincs senki, akkor megkérdőjeleződik az egyháznak a tevékenysége, és az egész történeti tevékenységnek az értelme. Tehát ez az egyik probléma a maniheizmussal. Ennél van egy sokkal nagyobb probléma a maniheizmussal. Most lehet először felszisztenni. Mani nem fogadja el az Ószövetséget. Miért nem fogadja el az Ószövetséget? Mert Mani azt mondja, hogy az Ószövetség Istene nem azonos Jézus Krisztus Istenével. Nem, hogy nem azonos, az Ószövetség Istene szöges ellentétben áll Jézus Krisztusnak az Istenével. Tehát nem lehet közös nevezőre hozni, ezért a zsidó Ószövetség nem tekinthető a kereszténység előzményének. Sőt, ezt nem ő mondja, hanem az ő tanítványai majd ilyen véleményen lesznek, többen is. Nem, hogy nem tekinthető előzménynek, hanem kifejezetten ellensége a kereszténységnek. A zsidó Ószövetség. Az egyház nem csinál mást a maniheizmus szellemében, mint megpróbálja visszazsidósítani a keresztényeket. No hát, ez már elég ahhoz, hogy kimerítsük a teljes bűnbeesésnek a lastrómát, ugye? Tehát lehet érzékelni, hogy mi a Manival a probléma. Na most mi velünk a probléma ebben a tekintetben? Az, hogy az összes forrás a 9. században leírja Álmos, Álmos családja, maniheista keresztény. Egyébként a Bolgáros könyvben is szerepel ez az adat a források között. Maniheista keresztények, ez mit jelent? Álmos fejedelem, nyilván a nyomában bejövő magyarság nagy része is, a Kárpát-medencében bejövő magyarság nagy része is, egy keresztény, de problematikus keresztény. Nem tudom, miért mondja. Tehát nem pogány, keresztény, de nagyon problematikus keresztény. Mert eretnek. És innentől kezdve lehet tudni, állandóan ez a probléma velünk. Egy olyan kereszténységet képviselünk folyamatosan itt a Kárpát-medencében, amely problematikus mind Róma irányába, és problematikus Konstantinápol irányába. Tehát a későbbi nyugati kereszténység irányába is, és az úgynevezett ortodox kereszténység irányába is problematikus. És elkezdődik a magyarságnak a nyírása, pontosan ebből a két irányból. A Német-Római Császárság, Vatikán és a görögök irányába. Tudva éppen. De van valaki, aki tovább viszi ezt a kereszténységet. És fogjuk látni, ők a pálosok. Na most, hogy teljes legyen az arcátlanság a Vatikán részéről, akkor folytassuk a történetet, két perjellel elindul Boldog Özsér, bebocsátást kap, mert Aquinoi Szent Tamás elintézi, és megbeszélik a pápával, hogy akkor ők szerzetes rendé szeretnének alakulni. Mi ennek a feltétele? A pápának ki kell bocsátani egy úgynevezett működési engedélyt. Ezt regulának hívják a teológia történetben, egyház történetben. Kell rendelkezzenek egy regulával, úgy tudnak szerzetes rendként működni. És mit gondolnak IV. Orbán pápa arcátlan módon milyen regulát ad ennek a szerzetes rendnek? Ágostoni regulát. Ez miért arcátlanság? Mert Szent Ágoston maniheista volt, mielőtt ő betért a római egyházba. És amikor betért a római egyházba, akkor elkezdett röpiratokat írni a maniheizmus ellen. De ezek nem finom hangú röpiratok voltak, hanem körülbelül ilyen hangvételűek, ideje lenne már a maniheusokat eltakarítani a föld színéről. Írva a keresztény szeretet. Minél gyorsabban, annál jobb, hogy írmagjuk sem maradjon. Hogy ő nem tudott egyébként mit kezdeni a saját ösztöneivel, amíg maniheista volt, addig volt egy nagyon csinos barátnő, hogy leírják a források, hogy gyönyörű barátnője volt. És amikor betér a római egyházba, le kell mondjon erre a barátnőről. De nem tud mit kezdeni a saját ösztöneivel. Na most hamvadó szerda van, de mégis elmondom. De egyszerűen tudni, mit csinál? Levágja a nemi szervet. Hát nagyszerű megoldás. És menjünk összünk. Tehát így legyőzni az ösztönöket. Ez csak azért mondom, mert paradigmatikus. Tehát ezt fogjuk látni, hogy ez hova fog vezetni. Ez fog a pedofiliához vezetni. Tetszik, nem tetszik, a nyugati egyház tele van pedofiliával. Elsőrendű módon egyébként hol működnek?
épülnek pedofil központok, én ezt Ausztriában hallottam. És amikor először hallottam, tényleg elhűltem, bár nem lepődtem meg. Az Ágoston rendi monostorokban, a szerzetesemben. Most ezért arcátlanság, hogy egy manichaista szellemiséghez közel álló szerzetes rendnek odaadják az Ágoston rendi regulát. Ezért. A Wikipédia arcátlan azt hazudja, hogy mert ők kérték. Boldog Özsép kérte, hogy Ágoston rendi regulát kapják. Ez arcátlan hazugság. Lehet, hogy érdemes lenne a fáradtságot venni és belejavítani a Wikipédiában. Hát egyébként egy csomószor olyan ostobaságokat állít a Wikipédia, elképesztő. És generációk nőnek most már föl Wikipédia használaton. Úgyhogy rosszak a források. És senki nem javítja ki. Vagy tudják mi van? Mert én egyszer belejavítottam, megmondom őszintén. A fiam segély, nem értek annyira számítás technikát, de a fiam segítségre belejavítottunk. Másnapra visszajavították. Tehát hiába volt kijavítva, nekik nem tetszett, visszajavították. Tehát így működik a cenzúra. Az úgynevezett tudományos cenzúra. No, az a helyzet, hogy az első monostor egyébként nem 1250-ben jött létre, és nem a keresztúri monostorban, hanem len délen, a Mecsekben, a Szent Jakab hegyen, vagy röviden a Jakab hegyen, ez a Patacsi monostor volt, a megalapításának időpontja 1225. Tehát 25 évvel korábban már a pálosok monostorban tömörülve működtetnek szerzetes rendet, úgyhogy egyébként nincs engedélyük hozzá hivatalosan a pápától. Hiába adja meg IV. Orbán egyébként ezt a bizonyos regulát, a Vatikán vonakszik elismerni a pálos szerzetes rend működését. Egészen hosszú ideig. 1308-ig várni. 1308-ban megérkezik Gentilis bíboros, a Magyar Szent Korona történetében is szerepel a neve, ha valaki ismeri a Magyar Szent Korona történetét, úgyhogy tudhatja, hogy nem is akármilyen szerepe volt, mert ő volt az, akinek el kellett venni a Magyar Szent Korona szentségét. Azért kellett elvenni a Magyar Szent Korona szentségét, ne ijedjünk meg, nem sikerült neki, mert egy másik koronát akartak használni a koronázáshoz. Azért akartak egy másik koronát használni, Károly Robert koronázásáról van szó, azért akartak egy másik koronát használni a koronázáshoz, mert a korona az erdélyi vajda tulajdonában volt éppen, és az nem adta ki. Azért nem adta ki, mert arcátlannak vélte Károly Robertet megkoronázni ezzel a Magyar Szent Koronával. Most egyébként emögött is a pálosok vannak, majd fogom jelezni. És ez a Gentilis bíboros hozza a hivatalos okiratot, ekkor már 5. Kelemen a pápa, a hivatalos okiratot hozza, hogy igen, kedves szerzetesen elvettek is. És innentől kezdve indul a pilisi pálosoknak és a Kárpát-medence pálosainak a története. Hozzák sorba létre a pálos központokat. Merre felé? Az egész Kárpát-medencében. Hol van egyébként a legtöbb pálos központ? Mindenki azt gondolja, hogy a Pilisben. Kutya, füle, macska, farka. Nem ott van. Körösök vidéke. Ott is sok van. Erdély. Erdélyben is sok van. Hol van a legtöbb? Balaton körül is sok van. Balaton felvidéken is van? Úgy van, Balaton körül is van. Hol van a legtöbb? Számszer. Horvátországban, köszönöm. Egészen pontosan, hogy kiegészítsük, ugye Dalmáciában és Horvátországban, végig a tengerparton. Egymást érik a pálos kolostorok és pálos monostorok és pálos templomok. Nagyon fontos. Külföldön hol vannak pálos központok? Megígértem, hogy nem kérdezek, bocsánat. Talán Lengyelország. A lengyel pálosokra ki fogunk térni. A lengyel pálosokra ki fogunk térni, illetve annyit már most mondok, hogy a lengyel pálosok nem pálosok. Pont. Tehát a lengyel pálosok, a Csesztohovában működő lengyel pálosok római katolikusok. A római katolikus nem pálos. Valaki vagy pálos, vagy római katolikus. Nincs közöttek kompromisszum. Fogjuk látni, nincsen. Hát egészen más a szellemiség. Eretnek. No. Például Rómában. Meg szoktak kötődni. Rómában létrejön pálos központ. Miért fontos? Ugyanazért fontos, fogjuk látni, mert Attilának fontos elmenni Róma kapujáig. Ugyanazért. Ugyanazért. És a másik ilyen központ Jeruzsálem. Jeruzsálemben is van pálos
Ugye ezt mindenki tudja vélhetően a jelenlévők közül, hogy Jeruzsálem nem zsidó alapítású város. Ezt remélem, hogy mindenki tudja. Az Egyiptomból kivonuló pártusok alapítják Jeruzsálemet. Nagyjából ugyanabban az időben, ahova teszik egyébként a zsidó történészek Jeruzsálemnek a megalapítása, de nem zsidó város. És hosszú ideig nem zsidó város. Sőt, az egész ószövetségi zsidó történet ezer sebből vérzik, de én erre nem akarok kitérni. De ezer sebből vérzik. Kronológiailag is vérzik. Golyen Jármes megírta így van, hogy nincs is semmilyen alapító zsidó. Még annyi sem. Hát, igen, saját maguknak írták az összes történetet. Igen, igen. Az a nép, akit mi Hikszoszoknak nevezünk, tehát talán ismert a történetből, Hikszoszoknak nevezünk, ők azok, akik Egyiptomból kivonulnak, és a kivonulás során a Szentföldön létrehozzák Jeruzsálemnek a városát. Hierosolyban élem. Hierosolyma. Tehát a forrásokban így szerepel, hogy Hierosolyma. Ez egy vegyes név, a Hiero görögül van, a Solyma nem görögül van. Tehát az jól hallhatóan a mai magyar nyelv számára is tökéletesen érthető. Ez a Szent Solyomnak a városa. És solyomitáknak hívják ezeket a hikszoszokat. Azért Kréta története is szorosan kapcsolódik ez, mert a solyomhoz kapcsolódik a létük. A legfőbb jelző állatuk az a solyom. Most ez megmarad a magyar történelemben végig. Ott van Attilánál és ott van a Turul nemzetségnél is. Tehát itt ugyanarról a néptörténetről beszélünk, és ez a folytonosság borzasztóan zavarja a világ jelenlegi urait. Mert nekünk van folytonos történelmünk. Ezzel szemben nekik egyáltalán nincs folytonos történetük, sőt, legyünk őszintén, igazán történetük sincs. Na most ez nagyon kényelmetlen. Ez nagyon kényelmetlen. De hát most már ki fog derülni. Most Gyula pápa erre célzott. Hogyha megismerni a világ a magyarok hiteles történetét, akkor nagyon nagy baj lenne, de még nem érett rá. Az a baj, még mi sem vagyunk igazán érettek rá. Mert még mi is hajlamosak vagyunk felsziszelni, amikor meghalunk bizonyos dimenziókat és bizonyos összefüggéseket. És rögtön jön a figyelmeztetés. Ne tessék magyarkodni. Merjünk kicsik lenni, ismerősek ezek a szóval. És ezt nevezik reálpolitikának. Ez nem reálpolitik, ez szemezett hatóság. És egy nemzetnek a sárba taszítása. De ne többet erről. Jó. Mi a dolguk a pálosoknak? Illetve bocsánat, még ilyen híres pálost azért említsünk meg. A leghíresebbeket talán. Számomra a leghíresebb, kétségtelenül Báthori László. Báthori László, az egész Báthori család szorosan kötődik a pálos rendnek a történetéhez. De Báthori László azért nagyon fontos, mert ő készíti el a teljes Bibliának az első magyar nyelvű fordítását. Tehát az egy pálos mű. Az, hogy nem abból olvasunk, és a hitéletünkben nem ezt használjuk, ez is sok mindent jelez. Egy nagyon jó fordítás, de ha megismerkednek vele, fogják látni. A másik nagyon híres pálos, Martinozzi György. Vagy ahogy teljes nevén szokták emlegetni, Martinozzi Fráter György. Ugye Martinozzi az édesanyjától van ez a név. Fráter az azt jelenti, hogy egyházi ember. Ő ugyanis, tehát atya, ő ugyanis nagyvárali püspök volt, majd esztergomi érsek. És annyit érdemes róla tudni, hogy Erdély függetlenségért küzdött. Most én nagyon felszínesen mondom el ezt a történetet, mert nem ez a célja ennek az előadás sorozatnak. És ezért, mivel az a vád érte, hogy a törökkel parolázik, a Habsburgok meggyilkolták. Majd gyulafehérvári templomban lehet a sírját felkeresni. Mindig át van kötve nemzeti szint szalagokkal. Ha meglátogatják Gyulafehérváron ezt a sírhelyet, akkor fogják látni, hogy hatalmas tiszteletnek körben, mécsesekének ott folyton is szalagokkal van átkötve. Ekkor, ezt sem szokták elmondani, a Vatikán kiátkozza 150 évre a Habsburgokat a katolikus egyházban. Sajnos ez már lejárt. Csak ugye fegyelődött. Tehát ők visszapofátlankodták magukat a katolikus egyházhoz, és látható módon vissza fogják magukat pofátlankodni a magyar szent korona közelébe. Ez nagyon szépen látható, és ebben egyébként a jelenlegi kormányzat teljes segítséget megadja.
Hát előbb-utóbb látni fogjuk, hogy lesz egy Habsburg uralkodó a Magyarországon. És aki a háttérben van, azt úgy hívják, hogy Orbán Viktor. Ezt csak azért mondom, mert hogy senki ne tanítsa Orbán Viktor a magyar miniszterelnök. Nem magyar miniszterelnök. Egy közönséges senkiházi hazáról. Ott. Nincs miről beszélni. Hát remélhetőleg most belebukik ebbe a... Nem. Amit mondtak. Megvédik? Megfogja. No, mi megyünk tovább. Versegi Ferenc. Szintén nagyon híres pálos. Ányos Pál. Szintén nagyon híres pálos. Virág Benedek. És akkor nagyjából elmondtam a leghíresebb pálosokat. Most mit csinálnak a pálosok? Minden, ami magyar érték, azt védik. Mi a legfőbb magyar érték? Most megint provokatív leszek, mert ugye magyar közönségnek beszél a magyar előadó. Már amennyire engem magyarnak tekintenek, a nevem alapján semmiképpen nem tekintetnek magyarnak. Szóval, mi a legfőbb magyar érték? Nem rossz az erkölcs sem. Az sem rossz, de mi teremti meg itt a Földön egy nemzetnek a gyökerét és alapját? A szeretet. Ez sem rossz válasz, de én mondok egy másikat. A hitet. Az a nép és nemzet, akinek nincs hite, az előbb-utóbb el fog pusztulni. Mert nem tud összetartani. Minket itt a hit tart meg. Az a kérdés, hogy milyen hitről beszélünk. Na itt van az első inkriminált kérdés. Milyen hitről beszélünk? A magyar ősvallásról beszélünk. Van ilyen, hogy magyar ősvallás? Van ilyen, hogy magyar ősvallás. Honnan lehet tudni? Még a tripartitum is hivatkozik rá. Verbőci István tripartitum a törvénykönyve is hivatkozik rá. Ebben a szövegezésben scitico gentili et etnico ritu. Azonnal egy néphez csatolja. Egy népnéphez csatolja. Hogy hangzott? Scita. Ez mit jelent? Minden magyar szkíta vallásában. Miért? Mert ehhez a vallás alakulathoz nyúlunk vissza. Szkíta népi nemzeti szertartás rend. Ez nagyon bajos. Nem elég, hogy szkíta, még ráadásul népi nemzeti tudatú, és nem úgy vallás, ahogy egyébként a vallások, hanem ez egy szertartás rend. Vagyis működtet egy valóságot mágikusan, vallásos alapon. Nem tudom, érzékelhető, ez három baj van velünk azonban. Három baj. Tehát érdemes kibontani azt, hogy mi ez a szkíta népi nemzeti szertartásrend. És erről most innen visszanézve a legtöbbet Herodotosztól fogunk megtudni. Nehogy azt gondolják, hogy mindent meg fogunk tudni, de Herodotosz nekünk egy nagyon jó forrás lesz. Már csak azért is, mert Herodotoszt az akadémikus elvtársak is elfogadják. Mert azt mondják, ő az első komoly történetíró. Krisztus előtti 6.-5. század fordulóján él, de tényleg komoly történetíró. Mindent leadatott, mindent lehivatkozott, tudományos alapossággal működött. Igen. De akkor olvassuk már el, hogy mit ír a szkíta népi nemzeti szertartásrendről. Ne csak azt olvassuk el, hogy mit ír a történelemnek a menetéről, a történelemnek a folyamatáról. Mi a magyar ősvallásnak, innen Herodotosztól is, meg más forrásokból is tudható, a legfontosabb alappillére? Hát ez végig kérdés lesz, ez a mai adás, látszik. Az ember megszokja, hogy tanár, tanít, akkor rászokik arra, hogy állandóan kérdezni, mert a diákokat állandóan kérdezni kell, hogy vajon elsajátították azt, amit előző alkalommal mondott a tanár, vagy az előtti alkalommal. Mi az alappillére a magyar ősiknek, a magyar ősvallásnak? Ez se rossz, tehát nagyon jó a válasz, de az Isten tudásban milyen Isten képe áll a középpontban? Nem. Nagyon fontos különbségre szeretném felhívni a figyelmet. Nagyon fontos különbségre. Teremtő Isten. A magyarok hitének, az ősi szkíta népi nemzeti szertartásnak a középpontjában nem az Atya áll, hanem az Isten áll. Ez nagyon fontos különbség. Miért? Mert ő fogja meghatározni alapvetően a nemzet létének a kereteit. És egy Isten anya egészen más kereteket határoz meg a földi létben, mint egy Isten atya, ugyebár. Mert az Isten anyához tartozik micsoda? Alapvetően a formaadás.
Tehát minden, ami a világban, mint forma, mint alak, kezdve a fénytől megjelenik, az mind az Isten anyától származik, mert ő szüli. Ő ad formát, az ő öléből lép elő. Az ő áldott kapuján keresztül jön be a létezésbe. Ha nem lenne Isten anya, akkor nem lenne világ. Az Atya nem tud teremteni világot formában. Az Atya nem tud teremteni, még fényt sem. Az Atya még önmagát sem tudja megteremteni, értsék jól. Csak az Anya segítségével. Ezért minden gnosztikus vonalon, minden hermetikus vonalon, szemben a nagyegyházzal, ha én legmagasabb szinten akarom meghatározni a Teremtőt, amikor ő már megnyilvánult, mert amíg nem nyilvánult meg, nem tudok róla semmit mondani, addig így kell hallgassak. Miért? Mert a transzcendenciáról nem lehet beszélni. Hogy beszélünk a transzcendenciáról? Az láthatatlan, megfoghatatlan, végtelen, kimeríthetetlen. Ha én egy nevet kimondok vele kapcsolatban, már megkötöttem. Minél több nevet mondok kilátszólag, annál inkább a teljességre törekedtem, de nagyon jól megkötöttem. Ha én legmagasabb forrásként meg akarom jelölni a Teremtést, amikor már megnyilvánult, azt fogom mondani, úgy, ahogy egyébként az eredeti gnosztikus imában szerepel, hogy Anya Atya. Így. Anya Atya. Miért? Miért van az Anya elől? Azért, mert az Anya ad formát az Atyának is. Értik ezt? Az Atya terem, de az Atya csak úgy tud belépni a létezésbe, hogy keresztül megy az anya születési folyam, szülői folyamatán. Ő az Anya. Tehát az arámi ima az pontosan így kezdődik. Mindenség Anya Atya. Te teremtettél, mindent a fényben azok. Nem folytatom. Mit csinál az Anya? Erre az ősvallás válasza, folyamatosan szeret. Mit csinálnak? Nem úgy kell érteni, ahogy mi értjük ma itt a Földön. Folyamatos ölelésben vannak. Ölelkeznek. Ezt hogy hívják? Menyegzőt ülnek. Folyamatos menyegző van a mennyekben. Miért hívják a menyegzőt a menny szóból? Hát ezért. Mert ott folyamatos menyegző van. Minden népmesénk hogy fejeződik be? És menyegző lett, amely tartott, amíg a világ világ, és még három. Akkor hova jutott a népmesei földös? Föld az anyatjához. És egy valamit még lehet tudni. Akkor a világ hogyan teremtődött? Szerelemből. Íme az én szerelmetes fiam. Benne gyönyörködni. Most itt lehet érzékelni, hogy nem mindegy, hogy egy teremtő atyáról beszélünk, aztán elvágjuk, és azt mondjuk, hogy nincs több. Mondott teizmus klasszikus válfajok. És innentől kezdve jönnek az Atyához kötődő értékek be a világba. Ami nem csak teremtés, hanem micsoda. Erőfitoktatás, erőszakosság, kegyelem nélküliség, nem? Harc, háború, pusztítás. Mert ezt hozza be. Micsoda? Az összes férfiogú közösség és az összes férfiogú társadalom, a patriarchális társadalom ezt az életmódot hozzák be. Szemben a matriarchátussal, ami nem azt jelenti, hogy a nő van a középpontban, hanem azt jelenti, hogy a női értékek vannak a szellemi középpontban. Az anyaságban. Hogy tud megmaradni egy nemzet? Ha csupa férfiak, hol meg tud maradni? Hát nem, meg se született volna, mert azok a férfiak, akik ott vannak a nemzet, hogy születtek meg? Anyán keresztül. Tehát ez a nagy különbség. És innentől kezdve nézzék meg. A vallásból macerásen kigyomlálják a nőt. Nem kigyomlálják. Ez a magyar ősvallásnak az alapillére. És azonnal három. Mert az Isten anya hármasság. Ugyanúgy, ahogy az Atya is hármasság. Az atyai hármasságot ma az egyházban úgy nevezik, Atya, Fiú, Szentlélek. Lehet vitatkozni, hogy a Szentlélek az nem férfi. Hát ugyanannyira férfi, mint amennyire egy kicsit nő is egyébként, de nem hangsúlyozzák, hogy a nőhöz kapcsol. Mert mit mondanak? Összeköti a Fiút az Atyával. Suszpasz, pont. Nem? Hát ez a Szentlélektannak a lényege. Hogy az Atya, a Fiú, a Szentléleken keresztül egy lényegű. Nem? Na most ugyanígy a nőistenségnek van egy hármassága. Egy gyönyörű hármassága. És ezt sem mondják el nekünk. Ezt először, amikor Kálmány Lajos, aki egyébként egy római katolikus pap, elmegy a Szeged környéki tanyavilágba, és elkezdi faggatni a parasztnéniket.
Csak kérdezik, Jucci néni, meséljen már nekem a szűzmájáról. Tetszenek tudni, mit hal? Először rosszul is lesz. Föl akarja adni a gyűjtést, azt mondja, nem gyűjtök tovább. Hát én ezt nem, hát megkérdezik a feletteseim az egyházban, hogy miket hallottam, hát kiírtják a fél népességet. Mert mit hal? Az asszony. Igen. Mert ő elkezd egyébként provokálni a parasztasszonyokat, hogy ki az a boldog asszony? A nő. Mert ugye hallott a boldog asszony fogalomról. Hát benne van az egyház énekben is. Boldog asszony anyánk, régi nagy pátronák. De ki ez a boldog asszony? És akkor megkérdezi a egyszerű falusi asszonyokat, meg a tanyasi asszonyokat. Szűz Mária? És akkor a következőt látja. Nem Szűz Mária. Hogy nem Szűz Mária? Mert eredetileg nem is szerepelt a falon Szűz Mária. Most van a falon. És tetszenek tudni, hogy nevezik ezek a parasztasszonyok Szűz Máriát? Ahogy az indiánok a fehér ember. Hogy nevezik az indiánok a fehér ember? Milyen arcú? Sápadtarcú. Ezt mondják neki. Ez a sápadtarcú. Azóta van ott, amióta a katolikus papok azt mondták, hogy azt tegyük ki. És mi volt előtte? Az nem volt sápadtarcú? Nem. Az fekete arcú volt. Na ez az első alak. Fekete volt. A pálosok hitéletének központjában mi van? Mindenki tudja. A fekete boldogasszony. Ki ez a fekete boldogasszony? Azt mondja az ősítünk, fekete boldoganya az az éjszakai ég volt. Azért fekete. És azért fekete, mert még nem nyilvánult meg. De már áldott állapotban van. És ha megkérdezik, mit fog szülni? Ezt a választ halljuk. Az egész világ mindenséget és az Isten. Tehát ő nem lehet Szűz Mária, nem tudom érzékelhető. Ő a mennyeknek a királynője. Vagy ő a mennyasszony. Hát ezért van a mennyegző éjszaka. Mert az micsoda? Az egy beavatási ritus. Miben? Minden nő úgy lesz leányból asszony, hogy megkapja fekete boldogányának az égi erejét. És ez az égi erő megkapás, az a beavatási szertartás, amit háromnapos mennyegzőnek neveznek a magyar népek. Mindenki boldog asszony lesz. És megérti az ember, ezért boldog asszony népe. Miről kezdtünk beszélni az elején? Turán. Ki Turán? Fekete boldog. Ki avatja be a királyt az első turányi királyságban? Fekete boldog. És mit őriznek a pálosok? Ezt a fekete boldog erőt. És akkor elmondják az egyszerű parasztasszonyok, mert az volt vele a baj, fekete boldog anyával, hogy kint volt a képe a falon. Ez egy ikon volt. És ha leült valaki vele szembe, fekete boldog anyának az arcával szembe, azt csak nagyon kevesen tudták elviselni. Miért? Csak elmondjam. Mert tüzes volt a tekintete, és villámok jöttek ki a szeméből. A villám micsoda? Alkímiában az a teremtő erő. A tártos hagyományban az a teremtő erő. Népmesékben az a teremtő erő. Zeus kezében mi van? Villám. Az a teremtő erő. Ez egy teremtő minőség. És ezt nem tudja akárki elviselni. Ez bizonyos szellemi érettségre van szükség. És ez a fekete boldog anya volt a pálos szellemi életnek a középpontjában. De nem csak ő. Van egy másik alak. Amikor elkezd szülni, a legelső, amit megszül, az micsoda? Éppen, hogy kijön a transzcendenciából. Ez a fény. Melyik fény? Nem ez. Hanem az a fény, amit az ember belső látásával lát. Ez fehér. És elmondják a pálos hagyományban, ezért fehér a csuhánk. Azért fehér a csuhánk, mert ez az első fény, ami a világba lépett. És ebből lesz a mi áldott testünk is. Ezt nevezik feltámadott örök testnek. Ez ugyanaz a fény, ugyanaz a fehér fény, ami Jézus Krisztusból kitör. Azon a húsvéton. Ez ugyanaz a fény. Ezt meg lehet valósítani. El lehet térni szemre. És itt már lehet érzékelni, mennyire nem római katolikus vonalon utazunk. És hogy mi lehetett velük a baj. Hát ez volt velük a baj. Egy olyan hagyománynak vitték tovább a folytonosságát, amit el kellett az emberiség előtt zárni. Miért? Mert ha mindenki tudja, hogy miért van a Földön, mi a küldetése?
és mindenki tudja azt, hogy mi az, amit el tud érni, akkor ettől a pillanattól kezdve sem ez a társadalom, sem egyetlen földi társadalom nem legitim. Ugyanis az a helyzet, hogy Pálos szellemiség tekintetében egyetlen egy társadalom sem legitim. Nincs jó alapjú. Mire? Vezetni az emberiséget. Miért? Mert nálunk sokkal hülyébb. Kontraszelektált hülyék, ezek a politikusok. Meg kell nézni. Mind kontraszelektált bajok. És ezek vezetik az emberiséget. Na most ezt úgy lehet, hogy folyamatos félelmet táplálok, mert a félelem a legjobb módszer. Mert aki fél, azt lehet vezetni. És azt lehet rabszolgakórházon tartani. És ez az egyház. Hosszú ideig. Az egyház a rabszolgatartás kifinomult eszköze. Semmi több. Higgyék el, hogy semmi több. Mert ha lenne transfiguráció a misén, akkor látnánk, hogy van transfiguráció a misén. De nem látjuk. Viszont mit tudunk a pálosokról? Tessenek egyetlen egy pálos sírt mutatni. Jó, Martinici ott van. De romlatlan teste van. Ott vannak a bátoriak. De romlatlan testük van. És hol vannak a pálos temetők? Egy pálos temetőt mondjanak. Nincs. Hol vannak a pálosok? Nem temették el őket? De. Illetve mégsem. Nem kellett őket eltemetni. Mit csinálnak? Nem hallom? Szenderegnek. Nem alszanak. Szenderegnek. És meddig szenderegnek? Amíg föl nem harsanak, harsanak. Melyik harsanak? Jelenések könyvetesenek elolvasni. Hét angyal megfúj hét rombikát. Hét harsanak. Amikor ezek fölhangzanak, mi történik ezekkel a pálos atyákkal? Fölébrednek. És mi történik? Tudni kell, hogy ez egy harcos rend. Ez egy harcos rend. Pontosan olyan, mint nyugaton a templomosok. Nem csak ez az analógia a templomosokkal, fogjuk látni, ezzel és ezzel szállal kötődik a pálos hagyomány és a templomos hagyomány egymáshoz. Nem kell megijedni, tudni kell, hogy a templomosoknak két ág alakul ki. És ebből csak az egyik szabad körülveság, a másik az nagyon fontos. Onnan lehet tudni, a magyar történelemben is nagyon fontos. Második András betelepíti ezeket a templomosokat. És amikor Batukán megtámadja az országot, a templomosok segítenek a mohi csatában legyőzni Batukánékat. Hát nem sikerült, tudjuk. De majdnem sikerült. És ott a templomosok harci tudása, a templomosok eszközei, harci eszközei, azok nagyon nagy szerepet játszanak. Negyedik Béla tudatosan támaszkodik a templomosokat. A templomosok történet is megír egy misét, de ezt most nem mondom el. Ugye tudják, ők ásatásokat végeznek a Jeruzsálemben, a templomhegy alatt. És megtalálnak egy titkos ősi járatot. És ebbe bejutnak egy terembe. Ez is megint pálos történethez hasonló dolog, fogjuk látni. És ott bizonyos dolgokat találnak, amit elvisznek magukkal. De majd ezt a vonalat fogjuk folytatni. A hivatalos történetekben kéne jönni. És van egy, tehát a második boldogasszony alapnától tartottunk, ő a fénycű. A bölcsesség teljes fényét. Őt úgy hívják a magyar néphagyomány, hogy nappal öltözött boldogasszony. Van is egy ünnepnapja, augusztus 15. Ez az a nap, amikor István király felajánlja a magyar szentkorona képében az országot. Itt azért álltam meg, mert nem csak Szűz Máriának ajánlja fel, hanem látható módon napba öltözött boldogasszony. És utána mi történt? Ez az utolsó tette. Meghal. Azért 20-án ünnepeljük halálát, mert 15-e már foglalt. A napba öltözött boldogasszony. De ő egyébként ekkor van meg. És ha semmi más nem csinált volna, akkor is azt mondom, hogy érdemes volt élnie. Mert ezzel megerősített egy ősi kapcsolatot a nemzet és a boldogasszony között. És ennek akkor ott ideje volt. Akkor is, ha egyébként végzett, hogy is mondjam, gyalázatos tevékenységet is tudjuk. Nem véletlen, hogy az egyház próbálja minél magasabbra emelni Szent István. És tele van már az ország Szent István szobrokat. Tehát gyakorlatilag én nem tudok úgy eldobni egy követ, hogy az ne ütközön bele egy Szent István szobrot. Olyan sűrű helyezkednek akár. Jó, és akkor eljutottunk a Szent Koronához.
nem jutottunk el Szent Koronához, van még egy harmadik alak. Ő a lányuk. Kinek? Fekete boldogasszonynak, és napba öltözött boldogasszonynak, vagy egyszerűen csak boldogasszonynak, hogy a nép emlegeti, mert nem mindig mondja azt, hogy napba öltözött boldogasszony, hanem csak annyit mondta, hogy boldogasszony. Ő az összes anyának és a gyermekeknek a védője egyébként. Ezért beszéltek boldogasszony papucsáról. És minden, ami a gyermeknek a születésével és a gyermeknek a nevelésével kapcsolatos, azt mind boldogasszonyhoz kapcsolták. És ez a harmadik halakzat pedig az örökké szűzi és örökké tisztaságos lányuk, kis boldogasszony. Az ő névünnep egybeesik ma Szűz Mária születésének a ünnepével, ez szeptember 8-a, az ortodoxiában szeptember 9-e. Ugye ez a kis boldogasszony. Ki ez a kis boldogasszony? Megkérdezi a Kálmány Lajos a parasztnéniket. Akkor kis boldogasszony, hogy Szűz Mária? Hogy lenne Szűz Mária, mondják a papnak? Hát kis boldogasszony soha nem szült senkit. Se szűzön, se nem szűzön. Hát nem lehet kis boldogasszony. De akkor boldogasszony Szűz Mária? Nem. Nagy boldogasszony? Nem. Kiderül, hogy nem. Ők Isten anyák. Szűz Mária pedig itt lent a Földön, Jézus Krisztusnak a földi édesanyja, pap. Na most ez ariánizmus, meg diafizitizmus, ugye? Mert Nestor mondta azt, a diafizitizmus alapítója, hogy Szűz Mária nem Isten szülő, hanem a földi Jézusnak az édesanyja. Na, most már feszítem a húr, gondolom, hogy vannak katolikusok, már ki is merítettem szerintem, mert hamarosan csattan lakatlan a cellámnak az ajtaját, de az a helyzet, hogy ez a helyzet. Tehát ha mi most a páros szellemiségre kíváncsiak vagyunk, akkor tegyük félre a katolikus szellemiséget, kénytelenek vagyunk. Többek között azért, mert nem igaz. Nem igaz. Legalábbis nem felel meg az kívül a népi nemzeti szertartásán, tanításán, a szellemiségét. Na most ez az egész, amit elmondtam, amikor egy nemzetet szervez. Tehát ez volt a vallási része. Nem merítettük ki. Nagyon messzire vagyunk attól, hogy kimerítsük. Az alappillérét elmondtam. Hogy mi a sajátosság. Ha ezt mint nemzetszervező erőt akarom felmutatni, akkor jön a Szent Korona. Akkor jön a Szent Korona. Mert a Szent Korona egy élő minőség. És tudni kell, hogy milyen minőség. Egy picit bevetítem, majd még elő fog kerülni. Ritkán látjuk így felülről. A régiségben ketten láthatták felülről meg a királyt. A király megnézhette, ha ő azt parancsolta, hogy vegyétek elő a vasládikót, amiben a Magyar Szent Koronát tartották, nyissátok ki, hagyd nézzem meg, hagyd szemlézzem meg a koronát, akkor ezt ő megtette, joga volt hozzá, de rajta kívül csak a koronaőr és a koronázásban résztvevő személy, a nádor ispán és az egyházfő nézhette meg ebből a látószögből, ahogy mi most látjuk. Tehát ez mert számunkra egy törvénytelen állapot. De hát lehet, most már mindent lehet. Mit tud ez a korona? Tehát hogy lehet az, hogy úgy emlegetik, hogy a nemzet, a magyar nemzet, az a Szent Korona teste? És hogy lehet az, hogy élő minőség? Ez egy nagyon fontos kérdés. Először is tudni kell, hogy a Magyar Szent Koronának három nyelve van. Már nem úgy értem, hogy kinyújtja, meg nem úgy értem, hogy megszólal, hanem vannak rajta feliratok. És amit mindenki tud, hogy a fenti korona, a keresztpánt, az latin felirat. Ott apostolok vannak, én ebben nem akarok belemenni, mert nem Szent Koronáról szól ez ebben. Az abroncs pedig görög felirat. Mit jelent ez? Mert ilyenkor jön a szirén hang, és ha tetszik látját, akkor ez görög korona, így is hívják, korona gréka. Ez pedig latin korona, korona latin. Na, hogy kifogtam akkor rajtuk, ugye déli bábosok? Mégis csak két részből áll? Nem. Azért nem áll két részből, mert ez az arany, csak ez tiszta arany. Ugyanaz az arany, mint amit ezüsttel van elegyítve a gabroncban. Tehát annyi csak a különbség, hogy ott ezüsttel egybeolvasztották az aranyat. Itt pedig tiszta arany van. De mind a két arany erdély arany. Erdély arany. És azt nem árt, ha tudjuk, hogy Erdély egészen a középkori a legfőbb aranyexportőr Eurázsiában. Például az egyiptomi birodalom számára kizárólagosan Erdély szállítja az aranyat. Az összes fáraónak az aranykincse Erdély aranyból van.
És ezért van az, hogy még Attila címei között is ott van, hogy Egyiptom királya. Hogy Egyiptom rakod vagy. Mert mi a harmadik nem? Képzeljék el, Egyiptom. Tudják, hogy a pártázaton számírás van? Egyiptomi számírás. És megadja az egyiptomi lábnak a világot. És ez egyiptomi láb. Ez egyiptomi láb. Ez nem nyugati láb, nem keleti láb, nem északi láb. Ez egyiptomi láb. A magyar szent korona méretarányának az alapja egyiptomi láb. Ez azt jelenti, hogy a koronának legalábbis az abroncs része mindenképpen Egyiptomba kellett, hogy készüljön. És ezen van rajta a pártázat. És egyébként meg egységes. Tehát nem két részből áll. Ugyanaz a méretarány van fönt, és ugyanaz a méretarány van lent. Ráadásul ezt a keresztpántot úgy készítették, hogy belerakták ezt az aranylemezt az abroncsba, majd kivették, bejelölték a pártázat két szélét, kivették ebből az abroncsból, és ott elvárták a hovadott jelölet. És ebből lett a keresztpánt. Honnan lehet ezt tudni? Onnan, hogy pontosan olyan hosszú a keresztpánt, mint amilyen az abroncs. És pontosan úgy aszimmetrikus, ahogy az abroncsban vágjuk el az aranylemezt a pártázat két szélén. Mert hogy ez nem egyenlő hosszú. Érti? Ugye érted, amit mondom? Ez egy egységes korona. Na de mit tud ez a korona, mitől lesz élő minőség? Meg kell nézni a szerkezetet. Ez micsoda? Ősidők óta. Ha én ezt a kört fölrajzolom, mit mondok el az ősvallás szerint? Ősidők óta, mert minden jelként. Boldog anya öle. Mindig ezt jelentette. Ez az a kapu, amin keresztül a világteremtése történik. Ez az a kapu. És hogy ne legyen kétségünk, hogy az alsó rész női korona, oda rakták a pártázatot. Pártát nem visel férfi. A gender ideológia idején, na kellett nekem, a gender ideológia idején persze már lehet, de egyébként pártát nő visel. Mikor? Akkor mennyasszony. Ez milyen korona? Menyegzői korona. Boldog asszonynak a menyegzői koronája. Ez egy női korona. Értsék jól. Ezért van az, hogy a magyar szent korona jogrendje értelmében nem lehet nőt megkoronázni. Tilos. Tilos. Szembe megy a magyar szent korona jogrendjével. Miért? Mert ez női korona, értsük már meg, ez boldog. Boldog asszony nem rakom egy nő fejére, mert rövid zárat lesz. Lent ugyanaz a minőség van, mint fönt. Alulra ki kell kerüljön? Egy férfi. És ez a férfi kit fog képviselni? Azt a valakit, aki születik a boldog asszony elébe. Na de ki születik a boldog asszony elébe? Ősjel. Nap vagy ige? Nap vagy teremtő ige? Görögül logosz. Ha testesíteni akarjuk, már tudjuk, Jézus. Jézus születik ebben a koronában. Akkor akit megkoronáznak vele a beavatáskor, abban a személyben ki születik? Jézus. Ő Jézus képvisel, és akkor őt hogy fogják hívni? Hogy hívják a magyar királyságot? Apostol királyság. Semmi köze a Vatikánhoz. Még Kádár János is erre hivatkozik. Csak mondom, Kádár Jánosra rá akarnak ütni az órára, mert szabadon változtatja az egyházfőnek a személyét. Lékai János. És akkor Kádár visszaszól. Van a Vatikán. Apostoli királyság. Le lesz szarva. Nem ezt mondja, nem ilyen csúnyán, de ez a lényege. És nem tud erre a Vatikán mit lépni. Hát tényleg apostolok keresztül, hát akkor Kádár eltárs. Csináljon, amit akar. Akkor legyen a lékai a egyházfő. Tehát erre hivatkozik még a kommunista elit is. Egyébként megdöbbenetes. Most ez egy élő minőség. Az élő Jézus van benne. És megint azért is döbbenetes, aztán visszamegyünk a magyar szent koronától. Nem, még két nagyon fontos tételünk van. Mert lehet tudni, hogy mikor készül. A legújabb kutatások tükrében lehet tudni, mikor készül. Hun birodalom.
Kaptár az uralkodó. Kinek készül? Aki jön után, király lesz. Ki lesz után a király? Attila. Ez a korona Attilának készül. Tudják miért? Mert ez Jézus Krisztus utolsó ítéleti időkre készített koronája. Ezt Jézusra készítették. De Attila előkészíti az utolsó ítéletet. Miért? Mert ő Isten ostor. Ezt nagyon szépen lehet látni, és nagyon szépen lehet tudni. És ezért van latin is, meg görög is. Mert az apostoli egyházból látja az ortodox görög egyház is, és a latin egyház is. De ott van az egyiptom. És hogy miért van ott az egyiptom, ez egy nagyon fontos kérdés. A pálosok szellemileg hova mennek vissza? Tébai Szent Pálhoz. És ez egyiptom. Na, hogy miért ilyen fontos egyiptom, ezt majd lehet, hogy nem a mai alkalommal, de a következő alkalommal mindenképpen látni. Ezek az izgalmas kérdések. Mi történik Egyiptomban? És ki az, akihez vissza tudunk nyúlni? Mert Tébai Szent Pál az csak egy álmodás. Tébai Szent Pál mögött, fogjuk látni az ősiségben, van még valaki. Az a valaki, aki egyébként Borbola János szerint itt van fönt Pantokrátor képében. Baj van? Azt hittem rosszul van, bocsánat, hogy kérdeztem. Pantokrátor képében itt van. Mert ezt a képet olvashatjuk keresztény üzenet mentén is. Csak akkor lesz egy kicsi gondunk vele. Vannak rajta nem keresztény jelképek. Tehát azért nem olyan problémamentes keresztény értelemben ezt olvasni. De fogadjuk el, ő az atya a Pantokrátor képében. Ez teológiailag úgy hangzik, hogy a fiú az atya képében jelenik meg. Az atya meg akar jelenni a teremtésben, fiúként van megjelenni. Ez az atya és a fiú viszonya. Ez volt a Szentlélek tan, megbeszéltük a Konstantinát, első Konstantinát fogadják. Igen, ám, de ezt lehet hieroglifjelként is értelmezni, és ezt is lehet hieroglifjelként is értelmezni. És akkor kiderül, hogy ki van itt. De én ezt most nem mondom el. Nem azért, mert nem akarom elmondani, nem akarom leütni a ezt a tétet később ütjük le, jó? Tehát ez nagyon fontos, mert azonnal meg fogjuk érteni, hogy a pálosok szellemileg miért Egyiptom fele orientálódnak. Miért ilyen fontos Egyiptom? Ez egy nagyon fontos kérdés. Mert ott történik valami, ami valaminek a forrása, ami aztán tovább él a pálos misztériumokban. Mondhatnám úgy is, a pálos misztérium egyik szellemi gyökere Egyiptomban van. De ez nem az az Egyiptom, amit az iskolában tanulunk. Ez az ős Egyiptom. Amikor a szaiszi papokat megkérdezi Platón elvtárs, hogy mikor alakult az egyiptomi birodalom, akkor a következő időpontot hallja. Az nem Egyiptomban alakult. Egyiptom első uralkodói hajón érkeztek Egyiptomba, nyugat felől. És hozták magukkal azt a koronát, ez az Atef korona, ami egy egyesített szakrális korona volt, ez volt Egyiptomnak a legelső koronája. A legelső. És ezt az uralkodót úgy hívják, hogy Ozirisz. Mikor élt? Megkérdezik. És jön a válasz. Innentől szaiszi papok, Platón mikor élt? 4.-5. század Krisztus előtt. Tehát ott vagyunk most. Platónnak ezt mondják, 15.000 évvel ezelőtt. Nem Egyiptomból alakult Egyiptom, és nem akkor, amit mi tanulunk. És akkor rögtön megérte az ember, hogy a piramisok hogy tudtak olyan hirtelen kimenni a Földbe? Sehogy. Mert azt nem az a népesség építette, aki jött a urnás temetkezés meg a kőkorszaki kultúra után. Nem azért. És a pálos misztériumhoz ennek közvetlen kapcsolódás. Hát kezdünk most már elérkezni a mélységbe, de ide menjünk vissza. A magyar szent koronát őrzi a pálosság. Nem tárgyi értelemben, mert annak megvan az őrzője. Szent korona. Őrök őrzik a szent koronát egy vasládán. A szellemiséget őrzik. Ez egy szokásjogon alakuló tan, a szent koronatan.
Ez megint nagyon fontos, ezt hitassággal kapcsolatban leírják, hogy semmit nem kellett leírni. Ugye a jog történetben kétfajta jog van. A kodifikált, leírt jog, ilyen a római jog, borzasztó, akik jogot tanulnak, tudják. Az én feleségem is tanul, azok voltak a leghosszabb éjszakák. Tehát komolyan mondom, csak ott a könyvet, nem bírom tovább, ilyen hülyeségeket megtanulni. Ez a római jog. Most ez egy aprólékosan kodifikált és leírt jogrendszer. Ezzel szemben van a szokások. A szokások pedig azt jelenti, hogy mi megegyezünk, és mivel tudjuk, hogy tő is becsületes vagy, meg én is becsületes vagyok, nincs miről beszélni. Most a szemkormattan pontosan ilyen. És egészen későn írják le. A tripartitum az első teljes leírása, a Verdőc István idején. Tehát addig a szemkormattan itt van benne az emberek koponyájának. És tudják, hogy mi a lényeg. Most egyetlen egy elemet már kiemeltünk. Tehát ezt őrzi a pálosság, nem lehet nőt megkoronázni a magyar szemkoronában. Tilos. És eljön Nagy Lajos király ideje. És mi történik? Nagy Lajosnak nincs férfi utóda. Most akkor mi lesz? Tessenek feloldani ezt a problémát. Van egy lánya, Máriának hívják. Igen, ám, de hát a Szent Koronatan értelmében nem lehet megkoronázni Máriát, hiába szeretnénk. És akkor elkezd idétlenkedni Nagy Lajos. Elkezdi fiúként nevelni Máriát. Képzeljük el. Nadrágban járatja, lovagoltatja, mennek vívni, ijászkodik, ha lett volna bánfi hajsz, ez bekente volna az arcát is, hogy legyen szakálla. Tehát ettől a nemzet tudja, hogy ez egy királynő, és nem pedig egy férfi. És nem fogadják el. Nem fogadják el. Kivéve a Garai ligát. És a Garai liga keresztül veri, hogy Mária királynőt koronázzák meg. Tudják, hány éves Mária királynő akkor? 12. Mit tud egy 12 éves lány? A világról, a magyar szent koronáról, a Kárpát-medencéről, a magyar ősiségről mit tud? Semmit nem tud. Semmit. Ezért kell majd mellé rendelni luxemburgi Zsigmondot. Férjnek. Hogy biztosítva legyen. Legyen már egy férfi mellette, ő lesz a tanácsadója. Hát egy 12 éves lány? Akármilyen intelligens, nem tud kormányozni egy országot. És mit csinálnak a pálosok? Felzúdulnak. Melléjük áll a Horváti Liga. Horvátországban vagyunk. Melléjük áll a Horváti Liga, és mégsem tudják elérni a nagy koronázást. Tehát itt már látszik, nagyon nagy válság van. Nagyon nagy válság van. És lesz még egy ilyen esemény. Melyik ez? Nagyon híres. Ugrunk az időben. Mária Terézia. De ezt már nem hagyják a pálosok. Tehát azt mondják, azért mindennek van határa. Valami ilyesmit mondanak. Mindennek van határa. Ezt nem fogjuk hagyni. És mi történik? Mégis megtörténik. És mi történik utána? Mária Terézia emlékszik erre. Pontosan emlékszik erre. És az édes, drága kis idióta barom fiacskája, a szabadkörmödes József, második József néven, meg se koronáztatja magát Szent Koronával, mint tudod, nem véletlenül. Mit csinál? Első tette. Föloszlatja a magyarországi pálos rendet. A teljes vagyonát fölosztják, és odaadják a római katolikus egyháznak. És nincs pálosság több. Megszűnt. Mert Ferenc József császár idején helyreállítják az összes szerzetes rendet, beleértve még a cisztercitákat is, akiknek közvetlen kapcsolata van a templomosokkal, tudva lévően. Clairvaux Szent Bernát alapítja. Vissza akarja vezetni a domonkosokat, az eredeti, nem domonkosokat, bocsánat, bencéseket az eredeti szellemiséghez. Még azt is visszaállítja. Egyetlen egyet nem állítanak vissza, az jelosz. És bár a két háború között, az első és a második világháború között rövid ideig van egy pálos mozgalom, de a szellemiségében már egyáltalán nem pálos. És a csehszlovákiai lengyel pálosok sem pálosok. Miért baj ez? Miért baj ez? Azért, mert Pázmány Péter, a jezsuita prédikátor, gyönyörű szavakkal jött a pálos rendet, tényleg gyönyörű szavakkal. Magyarország, édes hazám, egyszerre emelkedsz fel a pálosokkal, és egyszerre hanyatlasz le.
vagy ahogy Kapisztrán János fogalmazott, aki nem volt magyar ember, tudvaléven, azt mondta, meg kell nézni, mi van a páros rendel, és lehet tudni, mi van Magyarországgal. Mert az történik a páros rendel, ami történik Magyarországgal is viszont. És akkor az első drámai kérdéshez jutottunk el. Költői kérdést ez ne jegyenek meg, nem kérdezem. Ma van páros rend? Akkor kérdezem a második részét a kérdésnek. Ma van Magyarország?